Mi ez a hely, főnök? Nem egyértelmű? Egy elhagyatott tanya. Tökéletes búvóhely. Senki nem keresne itt minket. Aztán, ez jó kis bűntanya lesz. A városban egy család ücsörög az úton. Déva arra haladt és meglátta őket. Jó napot, a nevem Dév. Miért ülnek ilyen szomorúan itt az útszélen? Maguk nem ide valósiak, igaz? Jó napot, a nevem George. Farmerek vagyunk. Elindultunk szerencsét próbálni, mert az otthonunk sajnos leégett. Az állatainkat is lefoglalta az állam azzal az indokkal, ha nem találunk új otthont, akkor eladják őket. És van hol aludniuk? Sajnos nincs. Minden pénzünk elfogyott az úton, míg ételt se tudok adni a gyerekeimnek. Dave megsajnálta őket. Várjanak itt! Tessék, jó étvágyat kívánok hozzá! Jaj, nagyon köszönjük, végre egy kis étel! Sőt, lehet szállást is tudok szerezni. Dave felhívta a rendőrfőnököt. Jó napot, Dave vagyok! Kis segítséget szeretnék kérni. Itt van egy család, aki bajban van. Tudnál jönni a parkhoz? Haló, Dave. Persze. Azonnal ott vagyok. A rendőrfőnök megérkezett. Szevasz, na mi a helyzet? Ő itt George és a családja. Hontalanok lettek egy tűzvész után. Arra gondoltam, hogy segíthetnénk rajtuk. Lakhatnának a régi McCormick farmon. Dave, gyere egy kicsit. Igen? Nem ott volt a pókfészek? Pókok? Igen, de mióta a pók királyt elhújték az állatkertben, azóta eltűnt a többi. A professzorral sokszor beszélgettem róla, több kutatócsapatot küldött oda, de nem találtak semmit. Hát a város vezetésen múlik. De mivel hosszú évek óta üres, és nem gondozta senki a farmot, biztosan beköltözhetnek. Hallottátok, gyerekek? Lesz hol aludnunk! De jó, apuci, de jó! Drágám, hívd a szállítókat, hozhatják az állatokat! Te, ott a távolba jön valaki, pucoljunk! A fenébe. Gyertek, itt is vagyunk! Aszta! Az új otthonunk! Hű, ez nagyon szuper! Gyorsan, pakoljunk ki és tegyünk rendet! Hívtam még néhány embert segíteni! De jó, akkor hamar végzünk! Napot! Gyerekek, gyertek el az útból! Jövünk, mama! Elsőnek a teherautóra felpakolták a korhat fát.
Így az el is tudta szállítani. Majd a törmeléket hozta a markoló. Amit felpakoltak a billenős autóra. Hát megpróbálta a markoló. Nagyszerű. Így ő is el tudta vinni. A teherautó visszajött a többi szemétért. Így azt is elvihette. Így nem maradt más hátra, már csak a kerítések rendbetétele. Mindenki kivette a részét a munkából. Még a gyerekek is segítettek. És így végre megtisztult a farm, és teljesen rendbe tették. Bácsi, bácsi! Tessék, játszatok a telefonoddal? Na jó, egy kicsit. Köszönöm! Közben meghozták az állatokat is. Hú, megjöttek a tehenek. Tegyük be őket a parbra. Így a traktor elmehetett a többi állatért. Nézzétek, a kecskék is ide értek. A szárnyasok is megérkeztek. Őket is kiengedték az udvarba. Hű, milyen sok állat. Megjött a malacszállítmány. Pakoljuk be őket.
bárányok is megérkeztek. Őket is kiengedték a farmon. Na, megjöttek a lovak is. Gyorsan be is vágtattak. Na, meg is vagyunk. Minden itt van, ahogy nézem. Dehogy is, még a kutyáink jönnek. Aha, látom. Na, kutyák is lerakva. Te nem ugrok el? Elcsop a traktor. Na, dél van, végeztem is. Indulok is haza. Minden köszönök, Dév. Nagyon szívesen. Sziasztok! Na végre, hogy elmentek, mondta a rabló. Már megint az a Dév. Úgyhogy gyorsan oda is megyünk a farmra, és visszaszerezzük. De főnök, hogyan? Ott egy család, meg egy kutyák. Elég lesz a kislányt túlszul ejteni. Utána már a nyuci és apuci azt teszi, amit mondunk. Gyerünk! Közben Dév visszaért a városba. Szia, Boti! Kösz, hogy vigyáztál Rexre. Hol voltál? Már vagy fél órája próbálok hívni. Hát ott a farmon voltam, és a kislánynál maradt a telefonom. Vissza kell mennem. Rex, gyere gyorsan! Visszamegyünk a farmra. Senki nem mozduljon! Gyere csak! Ott maradsz! Kérem, kik maguk? Mit akarnak? Hagyják még én a lányomat! Egy rossz mozdulat és baja esik. Hívd vissza a kutyákat! Rokkó, Pötyi, Folti, Füles, befelé! Ti pedig mozgás fel az emeletre! Így, most már a túszaink. Gyerünk, fiúk! Ez az, főnök! Ha-ha-ha, miénk a hely! Fiúk, parkoljátok le a kocsikat, addig én őrködök. Rendben, főnök. Az enyémét is vigyétek el. Jövök. Gyorsan, jön valaki, bújjunk el. Ahó, itt hol vagytok? Ez fura. Se a kutyák, se család. Hi, a mobilom. Remélem nem a pókok. Bár mondjuk a többi állat nem lenne ilyen nyugodt. Azt hiszem hívom a rendőrséget inkább.
Nem hívsz te senkit. Ha. Bizony. Hol a család? Mit műveltetek velük? Rex rávetette magát az egyik rablóra. Há, én kapom a kutyákat mindig. Véged van, öcsi. Kapjuk el. Majd meglátjuk. Dave megragadott egy szerszámot. Gásóval akarsz velünk végezni? Ezt ketten játsszák, öcsi. Gyerünk! Ja. Úgy forgatod, mint a ninjának hinnéd magad. Mert lehet, hogy az is vagyok, de mégsem. Lesz-e? Ez az! Rex, engedd ki a többi kutyát! Zárva van, nem tudod kinyitni. Nagyon bezárták, én se tudom. Erre nem számítottál, igaz? Kapjuk el, Rex. Nem adom fel, nem fogtok legyőzni. Ó, dehogy nem. Mert közben már hívtam a rendőrséget. Innen nincs menekvés, öreg. A francba! Le vannak tartóztatva. Gerebjét eldobni. Tudtam. Mozgás. Maga is keljen ott fel. A fenébe. Szép munka, Dave. Ó, ugyan. Most már előjöhettek, George. Jaj, de jó, megmentettek minket, köszönjük. Köszönjük. Megérkezett a rabszállító kamion is. Szépen liba sorba befelé. Ezt nem ússzátok meg. Már rég megúsztuk. Ismét hálával tartozunk neked, Dave. Segítettél egy családnak, és még a bűnözőket is elkaptad. Ha tetszett a mese, iratkozz fel, és nézd meg a többi epizódot is. Szia!